Üdvözlöm a biztonsági zóna nézőit! Mai adásunkban a biciklisekre és a robogósokra vonatkozó közlekedési szabályokkal foglalkozunk. Vége a télnek, egy kicsit elszokott az autós társadalom a kétkerekűektől, nem csak a kerékpárosoktól, a motorosoktól is. Gyalog vagy járművel az úton társak vagyunk, ez egy régi szlogen. Úgy gondolom, hogy élni és élni hagyni, tehát figyelni kell. Nyilván a kerékpáros nem védi egy karosszéria, nagyon könnyen sérül. El sem hiszik sokszor, hogy egy esésből milyen bonyolult és súlyos törések, sérülések lehetnek. Toleranciával kell közlekedni. A biciklizés mellett a robogózás is reneszánszát éli a ferencvárosi utcákon. Civilek, pizzafutárok, sőt kollégáim is róják ilyen kis kétkerekűekkel az utakat. Amit észreveszünk szabálysértésként, főleg a hivatásszerűen segédmotorozóktól, tehát a pizzafutároktól és kézbesítőktől azt, hogy nincsenek kivilágítva a járművek este és korlátozott látási viszonyok között. Gyakran látjuk azt, hogy forgalommal szemben próbálják lerövidíteni az úti céljukat, sőt nagyon gyakran kerülnek konfliktusba gyalogosokkal is, mert a járdán közlekednek ezekkel a járművekkel. Fontos tudni, hogy a segédmotornak is kell, hogy legyen biztosítása. Nagyon fontos az, hogy a segédmotorok 50 köbcentinél nem magasabb hengerűrt tartalmúak, és önerejükből 40 km/h sebességnél nem tudnak gyorsabban menni. Ha egy motorkerékpárról leveszem a rendszámtáblát, attól még ez nem lesz segédmotorkerékpár. Pusztán visszaélek a hatósági jelzéssel, és aki ilyennel közlekedik, újabb hatósági tortúrának veti magát alá. Tehát nagyon fontos, hogy olyan segédmotorkerékpárt birtokoljunk, illetve használjunk, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, jó karban van, és természetesen nagyon fontos, hogy rendelkezzünk hozzá vezetői engedéllyel, vagy akinek van magasabb kategóriája, jogosítványa, akkor személygépkocsi vagy egyéb jogosítványa lesz vezethető. Alapvetően a közlekedési szabályokkal tisztában kell lenni, és megfelelő motoros gyakorlat szükségeltetik a segédmotor vezetéséhez. A biztonságos robogózáshoz nem árt betartani néhány alapvető szabályt. Lehetőség van arra, hogyha forgalmi ok miatt vagy tilos jelzés miatt megáll a járműoszlop vagy a járműsorok, akkor közöttük elmehetnek a segédmotorosok. Nagyon fontos az, hogy segédmotorral kellő oldaltávolságot tartva, figyelve a visszapillantó tükrökre, egymás járművét meg nem rongálva lehet előre haladni. Fel kell készülni arra, hogy esetleg ajtót nyithat egy-egy autós, aki kommunikálni akar, vagy ki akar szállni, és valami miatt el akarja hagyni a járművét, vagy esetleg utas. Fel kell készülni arra is, hogy zöldjelzésnél, vagy hogyha a forgalmi akadály megszűnik, elindul a járműoszlop, tehát neki be kell tudni biztonságosan sorolni. És nagyon fontos, tapasztaljuk leginkább az ülői úton, hogy a robogósok, segédmotorosok a belső sávban közlekednek. Ezekkel a járművekkel minden esetben csak a külső forgalmi sávot lehet igénybe venni, hiszen az ő végsebességük jóval alatta marad a napi forgalom dinamizmusának. Segédmotoros nem közlekedhet kerékpárúton, segédmotorosnak kötelező lakott területen belül, tehát Budapesten is a bukósisak. Gyakran látjuk azt, hogy zárt bukósisakokat vesznek a motorosok, aztán ezeket feltolják a fejük tetejére, mert nyilván melegük van, de az a gond, hogy ez a bukósisak ebben az esetben egy elesésnél nem véd, sőt adott esetben még súlyosabb sérüléseket is okoz. Fej- és testvédelem nem csak a robogósok, hanem a biciklisek esetében is nagyon fontos lehet. Bár a kerékpárosoknak nem kötelező bukósisakot viselni, mégis sokat segíthet a fejsérülések elkerülésében vagy csökkentésében, ha baleset történik. Külföldi példák alapján azt tudom mondani, hogy rendkívül fontos, főleg egy nagyvárosi kerekezőnek, sőt, aki esetleg munkaeszköz szerint használja a kerékpárt, futár vagy egyéb feladatot lát el, hogy a testvédelemről is gondoskodjon. Nagyon fontos, hogy a különböző esések ellen térd- és könnyékvédők, vagy esetleg bukósisakot vegyünk fel. Sokan megmosolyogják, ha valaki így felkészülve, beöltözve indul kerekezni, de aki egyszer ütközött már, vagy egyszer elesett, az tudja, hogy milyen hálás lehet ez, hogy megvédje magát, az izületeit. A fej- és testvédelem mellett a biciklisek esetében is elengedhetetlenül fontos a láthatóság növelése. Lakott területen belül a kerékpárosoknak nem kötelező a láthatósági mellény, azonban mindenképpen ajánlott, hiszen a szürke útburkolat, sokszor az összeolvadás miatt az autók között fontos, hogy egy az enyémhez hasonló, jól látható, élénkszínű ruhadarabot vagy láthatósági mellényt viseljenek. Fontos az, hogy ha láthatósági mellényt vesznek, ne vegyenek rá hátizsákot, mert pont a kívánt hatást nem fogják vele elérni.
Nagyon fontos az, hogy a kerékpárokon, illetve az új kereszt szerint a kerékpárokon vagy a kerékpárosokon legyen világítás, tehát hátra mindenképpen piros fényű, vagy folyamatosan világító, vagy villogó lámpát kell elhelyezni, míg előre mindenképpen fehér fényű, vagy halványsárga lámpát kell felrakni a kerékpárra. Ferencvárosban és ezen belül főleg a belső Ferencvárosban sok konfliktus van a gyalogosok és a biciklisek között a járda és úttest használati szokások miatt, ezért nem árt tisztázni néhány szabályt. Egy nagyon régi kresszkönyvben olvastam, 1909-esben, hogy a járda a gyalogosoké. Az egyik ütközési pont a gyalogosok és a kerékpárosok között Ferencvárosban, hogy nagyon sokan kerekeznek a járdán. Nagyon fontos az, hogy kerékpárral mindig az úttest jobb szélén, körülbelül 1-1,5 méterre kell közlekedni alapesetben. Amennyiben az úttesten valami miatt nem lehet közlekedni, mert felbontották, vagy van egy csőtörés egyéb, akkor fel lehet hajtani a járdára, de csak 10 km/h sebességgel lehet közlekedni. A járdára feljönni kerékpárral akkor is lehet, hogy a útburkolat jelzi, hogy a járdát megosztották a gyalogosok és a kerékpárosok között, akkor ezek között a csíkok között lehet kerékpározni, itt már 20 km/h lehet a megengedett sebesség. És természetesen a kicsik 12 év alatt kötelezően a járdán kerékpározhatnak. A felnőtt kerékpárosok a kereszt szerint így leginkább a bicikli utakat és az egyéb útfelületeket használhatják. Autóforgalomban megosztott útfelületen fokozottan kell figyelniük a bicikliseknek saját testi épségük érdekében. Gyakran tapasztaljuk azt, hogy főútvonalon a kerékpáros együtt kanyarodik balra nagyébben a többi közlekedővel. Főútvonalon a kerékpáros pont azért, hogy a forgalmat ne lassítsa, illetőleg az ő biztonsági érdekében le kell, hogy szálljon a kerékpárról, és az gyalogosként a gyalogátkelő helyen áttolva kanyarodhat, illetve mehet balra. Egyébként nincs lehetősége arra, hogy a forgalomban kanyarodjon. Gyakran észrevehető, hogy a kerékpárosok nem várják meg a sorban a helyüket a zöldjelzésnél, hanem autók között cikáznak. Ez az út szélén megengedett, vigyázni kell viszont arra, hogy az autóból, hogyha kinyitják az ajtót, akkor van egy ilyen ütközési veszély, ami szintén sokszor előfordul. Egy korábbi a kerékpárosok közlekedésével foglalkozó adásunkban több kerékpáros is beszámolt arról, hogy mi történik akkor, amikor rányitják a biciklistára a személygépkocsi ajtaját. Nyitották rám az ajtót a körúton, eltört a kezem. Kinyitotta a kis polcki az ajtót, a bácsik, aki akart szállni, és csak azután tudott kijönni, miután én átestem az ajtón. De nem úgy nyitották rám az ajtót, hogy résnyire, hanem egy méterre. Kicsapta az ajtót, és akkor én meg felborultam. Igazából a kormányomnak a szélét kapta el az ajtó. Egy 2010-es kereszt módosítás nyomán a kerékpárosok egyirányú utcában forgalommal szemben is közlekedhetnek, de csak akkor, ha az ezt megengedő tábla a behajtani tilos jelzés alatt ki van helyezve. Mindössze egy lehetőség van ebben az esetben, az egyirányú utcában, akkor, hogyha tábla vagy útburkolati jel ezt kifejezetten megengedi. Sárga útburkolati jeleket festenek fel, hogy felhívják a kerékpárosok figyelmét. Amennyiben nincs tábla vagy útburkolati jel, ez természetesen szabálysértés. A ferencvárosi rendőrök rendszeresen ellenőrzik a kerületi egyirányú utcák forgalmát. Szabálytalan közlekedés esetén pedig a figyelmeztetéstől egészen 10 vagy akár 30 ezer forintra is bírságolhatják azokat a kerékpárosokat és robogósokat, akik a járdán közlekednek vagy szemben haladnak a forgalommal az egyirányú utcákban. Érdemes tehát betartani a szabályokat és a többi közlekedőre odafigyelve haladni a forgalomban.